Tehát a szapiensznek kéne egy vidát bullshittan folyamot tartani, hogy regem, itt vagy ezen a földön pár százezer éve, mint sapiens, nem jó a pontszám. Tehát ne féljünk változni, csak szabjuk meg mi a változás irányát, hogy kivé vagy mivé szeretnénk válni. A valóság tövestől való kifordítása. Tehát amikor nem vagyok hajlandó látni a saját részemet benne, hogy én hogy járultam ezt hozzá, az én karmám mit tett, én hogy hoztam létre ezt a karmát? Érted? Ez elképesztően fontos. Ezért szoktam mondani, de nem bűntudat kell, ide rálátás kell. Sokkal keményebb. Sokkal, mert felnőtté tesz. Igen. Tehát a bűntudat az azt csinálja, hogy te azonosulsz a hibával. Ha azonosulsz a hibával, elmond, hogy bűnös vagyok. Mit csinálsz? Letakarod vele a szemedet. Az jutott eszembe még az előző gondolathoz csatolva, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos kérdés az is, hogy mi a motiváció abban, hogy legyen új termék, hogy tovább lépjünk, hogy jobb legyen. Mert hogyha a profit a motiváció, az, hogy én az előzőt azt valahogy tüntessem el, vezessem ki a piacról, és jöjjön az új, és vegye meg mindenki, akkor az nyilvánvalóan nem fog minőségbeli javuláshoz vezetni minden szinten. Meg ez is kérdés egy picit bennem, hogy vajon tényleg kell -e, hogy elég jó legyen? Meg mit jelent az elég? Mert valójában az visz minket előre, hogyha folyamatosan szeretnénk fejlődni, és folyamatosan jobbat szeretnénk. Sziasztok! Sós Dávid vagyok, vállalkozó és üzleti mentor. Ez itt a Vidal Bullshit interjúk, és a mai vendégem Csongan Sunim, aki zenmester, képzeljétek el. Köszöntelek a műsorban, nagyon köszönöm, hogy Szervusz Dávid, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is. Hát számomra ez egy elképesztően izgalmas, és közben egy picit ilyen ismeretlen terület. Nagyon érdekelt mindig egyébként a buddhizmus, meg így a zen területe, és olvastam is bizonyos könyveket de sosem találkoztam még olyannal, aki ennyire mélyen benne lett volna. Úgyhogy egy kicsit kérlek szépen mesélj arról, hogy hogy kapcsolódtál ehhez, a, ehhez a, az ideához. Említetted azt, hogy még nem találkoztál olyannal, aki ilyen mélyen belement volna, és ez a kérdésből nagyon pozitívan csenget ki. Ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz azt a magyar mondást kell eszünkbe idéznem, amely így szól, aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Hm. Nekem sikerült. Tehát 31 évvel ezelőtt kezdtem a zent, egy elképesztő identitásválság közepette, olyan kérdések közepette, amelyre sem a családom, sem a barátaim, sem a kultúrám nem tudott olyan választ adni, amely nekem jó lett volna, elfogadható lett volna. És egészen délkoriáig kellett mennem egy mestert követve, hogy az ő keze alatt tanulva, hat évet ott töltve olyan mélységekbe tudjak menni, amelyekből később érték születik. Hm. És ez az értékrend, ez valahol a hitrendszer helyessége. Hm. Tehát, ha te olyan hitrendszerben élsz, amely nem valósághű, akkor mindig illúziók rabja leszel, és bukni fogsz. Ha a hitrendszered a transzcendentst és az érzékszervit egyaránt áthatja úgy, hogy az valósághű, akkor bízhatsz abban a törvényben, amelyet követsz. És honnan tudod, hogy az valósághű? Kipróbálod. Hm. Látod. Tehát az ok és okozat törvénye véleményfüggetlen. Ez nagyon jól látható. Befelhősödik az ég, Egyszer csak esik az eső, nedves lesz a föld, kisüt a nap, felszárad. Ezt a természetben nagyon jól látjuk, de magunkban nem látjuk jól. Hm. És ez a nem látás az oka a szenvedésünknek és szenvedtetésünknek, a kapzsiságnak és a haragnak, és annak a szétszakítottságnak vagy leszakadtságnak, amelyel nem tudunk mit kezdeni és különböző pótszerekkel próbálunk valahogy valamilyen jobb állapotot elérni, valahogy boldognak lenni, valahogy elfeledkezni erről a probléma a halmazról, amit itt visszünk magunkban. Az hm. Azen azt jelenti, közvetlenül rálátsz a tudatra, közvetlenül rálátsz a karmára. Mit hoztál ide, amikor megszülettél? Miért születtél a szüleidhez? A családodba, a társadalmadba, ezek húsba vágó kérdések, és legtöbbünk nem foglalkozik ezzel. Ha ezeket a régiókat nem takarítjuk ki belül, akkor a hitrendszer nem tiszta. Hm. És a hit az tapasztalati alapú, sietek hangsúlyozni, az ábrahámita vallásokban a három nagy nyugati, ott általában valamilyen szövegalapú hit van. A zenben a négy alapelv egy elseje kimondja, hogy ne támaszkodja az írásokra. És a második az, amit említettem az előbb, hogy közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Hm. Tehát nincs fordítás, nincs papság, nincs szimbólum, nincs rendszer, nincs interpreter, közvetlenül azt látod, ami benned van. És én 24 évesen csak ennek tudtam hinni, ma is csak ennek tudok hinni, és ezért örülök, hogy így nevezted el az interjút, vagy a sorozatot, hogy without bullshit. Hm. Mert ez az a szellemi irányzat, ahol ez nincs humán attitűdök vannak, tehát lehet ezt is lerontani, de az már az emberem múlik. Én azt gondolom, hogy ha ezt valaki jól csinálja, akkor valósághű és emberközpontú hitrendszert tud tapasztalni, és esetleg továbbvinni és továbbadni. Hm. Most innentől kezdve a hitrendszerből lesz egy értékrend, az értékrendből egy életrend. Fordítsd vissza, ha valahol valakinél nincs életrend, ott az értékrend is hibádzik, és hogyha a hibás az értékrend, akkor a hitrendszerrel óriási bajok vannak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb út az a megismerés útja, és nem csak az, amit önmegismerésnek mondunk, hanem más megismerésen. Hát annyira önközpontúak tudunk lenni a megismerésben, hogy ez már az egoitásnak a melegágya. Miért ne tudnék megismerni ugyanolyan mélységben egy másik embert, mint magamat? És a válasz az, hogy mert magam vagyok az akadály. Tehát, hogyha ezt az akadályt, a saját karmám akadályát elhárítottam, akkor akár jól is láthatok, vagy érzékelhetek egy másik embert, vagy egy fűszfát, vagy egy hangját. Hm. És ezért a teljes megismerésre, a pillanat teljesen tiszta megélésére teszi ezen a hangsúlyt. Tehát, hogyha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Hm. És hogy érdemes elindulni ezen az úton? Egy kérdéssel. Azzal a kérdéssel, ami neked épp most fontos. Bármilyen kérdés jó, csak innen jöjjön őszintén belülről. És ez a megismerésnek az útja, amely végül visszavezet a kérdezőhöz, de ezt nem lehet rövidre zárni. Nem lehet azt mondani, hogy a te gondolatod felesleges. Majd te látod, hogy mi a felesleges és mi nem az. Az emberben van egy ilyen mondás. A tízezer kérdés valójában egy kérdés. Hogy mi ez? De ide el kell jutni. A mi ez kérdésik, hogy mi az, ami benned lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, ki mondja azt, hogy Dávid, hogyha angol nyelv területen lennél, azt mondaná, hogy David, ugye? Mi az? A ki az már egy termék, az már az avatárod, a személyiséged, az honnan jön? Miből áll össze? Mi az, ami azt elnevezi? Tehát nagyon fontos az, hogy ezt az igazi önvalót tapasztaljuk a dualitás gondolkodás mentes önvalót tapasztaljuk. És ez szerintem a helyesít rendszer alapja. Nem valami idea, végképp nem valami remény vagy félelem, hanem az a tapasztalás, hogy itt, most mi vagyok. Ez a tiszta, tükörszerű tudat most mit érzékel. Hm. És azt mondod, hogy 24 évesen léptél el erre az útra. Igen. És hány éves voltál akkor, amikor Mondjuk ez ez úgy, ez úgy meg is ért benned, hogy azt érezted, hogy igen, ez hát az. Ez egy, ez na az, ami ez egy nagyon jó kérdés, hát ez egy többfázisú dolog, mint a születés. Az ugye szintén a ugye fogantatás, növekedés, rugdalózás, rúgdalózás, a kibújunk anyukából, és akkor még mindig elképesztő fizikai függés, van meg lelki. Ez szép, de mikor születsz meg? Tehát amikor elvágják a köldögzsinort, amikor éretté válsz, vagy amikor megtanulsz rendesen gondolkodni, vagy amikor elmész otthonról. Hm. Tehát az én számomra ez kb. három év volt, amíg úgy éreztem, hogy ennél a hagyománynál maradok. Hm. Körülbelül tíz év volt, amíg tanítóvá értem a tanítóm szemében. A magam szemében még nem. És ez így jó. Körülbelül még tíz év volt, amikor azt éreztem, hogy tapasztaltam eleget, és így már 2010-11-nél járunk, hogy igen, elvállaljam az életem teljes egészében a zent, és ne keressek semmilyen alternatívát se kívül se hm. És ez nehéz volt egyébként? Elszakadni így a, a mindennapi nyüsgéstől? Nehéz kijönni az égőházból? Ez attól függ? Mit ha bent függ? van a gyermekem, akkor igen. Pontosan. Ha bent van a gyermek, akkor vele együtt jössz ki. Ha kint sír a gyermeked, mert az apját nem látja, akkor nagyon gyorsan kijössz. Tehát a gyermeked itt belül mit akar játszani a kis játékaival az égőházban, vagy mondjuk ki akar jönni a szabadba, és tapasztalni valamit, ami mondjuk a komfortzónán messze túl van, ami teljesen ismeretlen, de még mindig jobb, mint ami mögötte van. Na, nekem ez az utóbbi. Én tudtam, hogy csak előre mehetek. Nekem nagyon jó családom volt, két orvos szülő, középosztálybeli neveltetés, nagy vagyon nélküli, de teljesen kiegyensúlyozott élet. És ez nagyon-nagyon fontos volt. Apám nyugodjék békében követte azt, amit az ő apja mondott, hogy fiam, vagyont nem tudok rád hagyni, de tanítatlak. És ez nem volt utolsó, nem kellett semmire másra figyelnem, csak az, hogy tanuljak, tapasztaljak, és a mostani világ az, hogy ilyen még mellé dolgozol, tisztelen becsülöm, aki ezt csinálja, de hát Valahol azért tanulni is eléggé intenzíven kéne. Igen. Úgyhogy én azt látom, hogy az érték szemlélet mentén kell előre mozogni. Tehát azt kell csinálni, amiben okod van hinni. Ez az okság, ez az, hogy látod, hogy helyes. Hm. Nem csak gondolom, hogy helyes. Megteszem, vagy mások megtették, és annak az eredményéből látom, hogy helyes vagy helytelen. Hiszen, hogyha szeretethez, boldogsághoz, bölcsességhez, elégedettséghez, nyugalomhoz vezet, akkor azt nevezhetem helyesnek. Ha pedig nélkülözéshez, háborúsághoz, veszekedéshez, éhinséghez és egyéb ilyen szenvedésteli dolgokhoz, akkor azt nevezhetem helytelennek. Tehát, hogyha megnézed mondjuk a zenben a nemes nyolcrétű ösvényt, az a négy nemes igazságnak a negyedik tagja kibontva. Tehát a klasszikus buddhizmusban a négy nemes igazság az alap, a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés módja. És a nemes nyolc ösvény a negyediknek szépen a kifejtése, hogy helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes hozzáállás, helyes életvitel, helyes erőkifejtés, helyes elmélyedés és a többi. Hm. És engem, mint süldőzen gyakorlott, mindig is foglalkoztatod, hogy mitől helyes? Tekem Mitől is lesz, lesz helyes? Mitől lesz az helyes? Igen. És kiderül, hogy ez nem azt mondom, dogma függő, hanem tapasztalat függő. Hm. Az előbb elmondott kategóriák szerint ezt nagyon jól lehet látni. Miért, mert az ember egy borzasztóan megjósolható lény. Szenvedés kerülő és boldogság kereső. Ez olyan, mint a növényeknél a fototróp mozgás. Gyökér lefele, szár fölfele. De nem szubjektív a megtapasztalás? Tehát te meg én teljesen más tapasztalunk ugyanabban a helyzetben. Oké. Okay. Dávid, milyen színű az ég? Kék. Jó. A te kékeged és az én kék egem azonos vagy különböző? Valószínűleg azonos. Ezt nem tudjuk. Te azt mondod, hogy kék, én is azt mondom, hogy kék. Mondhatom különbözőnek? Persze. Igen, de nem tudjuk, hogy mennyire különbözik. Azt sem tudjuk, hogy mennyire azonos. Akkor lenne problémánk, hogyha te azt mondanád, hogy a te eged kékebb, mint az enyém. Vagy még durvább, amikor azt mondja valaki, hogy az ég sárga, és nem veszi észre, hogy sárga szemüveg van rajta, és mindent sárgának lát. Tehát itt az illúziók vastagságáról beszélünk. Az, hogy szubjektív a tapasztalás, ez az elején igaz. Ha objektivált tapasztalásból indulsz ki, hogy csak a tárgyakat, vagy a materiális folyamatokat tanulmányozod, lásd tudomány, az is rendben van. Az objektumnak és a szubjektumnak egyaránt el kell tűnnie ahhoz, hogy a tudat az egyévvállást megtapasztalja. De útként bármelyiket választhatod. Egyébként az, az egyszerűbb. Amit szeretnél. Mert abban hiszel jobban. Helyik. Arra van több energiád. Az tűnik egyszerűbbnek. Valójában nincs egyszerűbb és bonyolult csak vagy keresztül jutsz rajta, mert több energiád van rá, mert jobban hiszel benne, vagy pedig lelassítasz, tétovázol, jó ez nekem, nem jó nekem, és akkor hirtelen bonyolultá válik az egész. Mondok egy példát. Képzelj el egy hajós kapitányt, aki beér egy öbölhöz. Látja, hogy tele van zátonnyal, révkalauz nincs, a szél nem biztos, vitorláshajóról beszélünk, és nagyon veszélyes lenne elkezdeni vitorlázni, az ismeretlen öbölben a zátonyok között. Révkalauz nincs. Mit tesz? Vár. Megjön a dagály, megemelkedik egy másfél métert a víz szintje, mondjuk, hogy eltűnnek a zátonyok, és így átvitorlázik fölöttük. Na, ez a különbség a karma és az energiaszint között. Tehát, hogyha valaki a karmájába beleakad állandóan, mert alacsony energiaszinten van, akkor az életed bonyolult, sikertelen, borzasztó, akadályokkal teli kontinumnak fogja tapasztalni. Ha egy magasabb energia szinten működik, amely egyébként a tudatban eredményezhet jobb rálátást, nem mindig, de nagy részt eredményez, akkor olyan, mint amikor látod az átonyt a a vízfelszín alatt, de hatalmas nagy víz vastagság választ el tőle és pontosan tudod, hogy merre kell menni. Tehát, ha valaki egy magasabb energiaszinten, jobb rálátással éli az életét, egyszerűbbnek látja. Nagyon jó. Miben más most az életed, mint annó 23 évesen? Teljesen más. Ez minden más. Régi osztálytársaim, akikkel még tartunk ki gimnáziumi osztálytalálkozót, azt mondják, hogy nem változtál semmit. Mondom, rendben van, de bennem azt látod, aki 85-ben érettségizett, és én is benned. És ezért jó az osztálytalálkozó, mert fantasztikus újraélni azt az energetikát, azt a tudatállapotot, azokat az érzelmeket, amelyek hát azért 85-ben nagyon mások voltak. Viszont én azt érzem, hogy, hogy minden megváltozott. Nem csak a sejtek cserélődnek így átlag 7 évenként minden. Ki tud cserélődni az ember is, és én azt gondolom, hogy ha magunk vezéreljük ezt a folyamatot, akkor az autonómiánk nem sérül. Tehát ne féljünk változni, csak szabjuk meg mi a változás irányát, hogy kivé vagy mivé szeretnénk válni, és ez nem pusztán példakövetés. Ez egy olyan belső folyamat, hogy te pontosan látod, hogy az adott gondolatokkal, érzelmekkel, beszéddel és cselekedettel te mit érsz el és kivé válsz. Tehát így az objektív rész mit érsz el, szubjektív rész kivé válsz, ez alapvetően fontos, és mind a kettő kell meg szokták kérdezni, Cunyim, egy nehéz helyzetben vagyok, akadályok tornyosulnak előttem, és nem tudom, hogy küzdjek és menjek át az akadályokon, vagy riadjak vissza, és valami más utat keressek. És akkor azt szoktam mondani, hogy nézd, itt túl nagy titok nincs, nézd meg, hogy mit érsz el, ha átmész az akadályon, és kivé válsz ezáltal. Kell, akkor tedd meg. Mit érsz azzal, hogy megkerülöd a dolgokat, és kivé válsz azáltal, hogy esetleg taktikusan visszahúzódsz, vagy mások szemében elmenekülsz, vagy alternatívát keresel? Kivéválsz azáltal? És mit érsz el? Az kell? Akkor válaszd azt. Miért? Az érték nem pusztán erkölcsi és etikai kódex szabályozza, az is kell. De van három nagy erő a Földön, amelyet nagyon nagy részt nem akarunk tekintetbe venni. Felnőtt módon már kell. De a gyerek még ezekről nem akar tudni, és nem is kell, hogy tudjon, ahogy cseperedik. Ezt a hármat tapasztalja egy, a mulandóság. A gyerek az arany életében nem tud a mulandóságra. Gyermekpszichológusok szerint 7-8 éves koráig még haláltudata sincs, csak az, hogy nagypapa nem jött vissza is, és nincs. Mulandóság. A másik a tökéletlenség, vagy az eredeti tulajdonságok nélküliség, ez azt jelenti, hogy minden tulajdonság teremtett, és addig maradt fönt, amíg energiát teszek bele. És a harmadik, ezzel szoros összefüggésben, a kölcsönös függés, tehát az önálló lét nélküliség. Úgyhogy ez a három adja a világ relativitását mentálisan. Mulandóság, tökéletlenség és önálló lét nélküliség, tehát függés. A nyugatnak keresztül kellett menni a tudományos felvilágosodásra, és eljutni Einsteinig, hogy a relativitás teljes mi voltában kibontakozzék. Voltak előtte azért előjárók, tehát volt kire építeni, de azért a nagy ugrás az ő volt. Hm. És innentől kezdve ezt a relativitást látva, pontosan tudjuk, hogy az értékrendet is mi teremtjük. Na most, ha ránézel a homo sapiensre, Sapiens, tehát bölcsnek nevezi magát az emberfajként. Milyen értékrendet teremtettünk úgy magunknak? A magunk sokféleségében, de milyen értékrendünk van? Tehát számításba vettük azt, hogy mennyire múlandóak vagyunk, tökéletlenek vagyunk, és függünk egymástól. Úgy tűnik, hogy nem. Különben nem tennénk ezt egymással és a bolygóval. Igen. Tehát itt már bukik az, hogy látjuk helyesen az ok és okozat működését ez véleményfüggetlen, néz ki a világba, néz bele bármilyen csoportba, magadba, a családodba, elképesztő karmikus akadályok vannak, amelyek téves nézetek, kapcsiság és harag formájában meg is mutatkozik. Tehát ezért mondom, hogy tapasztalati alapú az egész, Igen. nem idea vagy dogma alapú. És ez miért van szerinted, hogy egyébként itt tartunk most, ahol tartunk? Szerintem azért mert az emberiségnek egészen addig, amíg végleg sarokban nem szorítja önmagát, az öncsalás képessége végtelen. Hm. Tehát hitegetjük magunkat? Hitegetjük magunkat, és nekünk tetsző önképeket építünk föl, mindaddig, amíg azok nem buknak. Hm. És ezt miért csináljuk? Mert ezt szoktuk meg. Rövid távon gondolkodunk azért, hogy nekünk jó legyen. Még az sincs, hogy rövid táv, mert akkor legalább kontrasztálhatnánk a hosszú távval, és akkor láthatnánk rövidből hosszúba, de még mm. ez se jelenik meg. Mi az, ami nekem tetsző? Mi az, ami engem jó érzéssel tölt el, ami biztonsággal, hamis biztonsággal eh, ruház föl, hogy én tényleg ez vagyok, és hogy én jó vagyok, meg hogy nekem igazam van. És mm. ezt szorozd meg úgy, hogy egyén, pár, család, csoport, még csoport, társadalom, kontinens, kultúrák és az egész homo sapiens, sapiens vicc. Tehát a sapiensnek kéne egy vidát bullshit folyamot tartani, hogy regem, itt vagy ezen a földön pár százezer éve, mint sapiens, nem jó a pontszám. Vesztésre állunk önmagunkkal szemben. Igen. És nincs apokaliptikus reszet. Tehát nincs olyan, hogy csak lenyomják a gombot, és a humán projektnek ebben a formájában vége, csak a 2.0-as verziót feltelepítjük valamikor a globális szerverrel. Nincs ilyen. Tehát a végtelenségig tudjuk rontani a helyzetünket. Tudod, hogy ezt honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy a tanban is, és a tapasztalat szerint is, a megvilágosodás útján nincs akadály fölfelé. Tehát te akadálytalanul a saját karmádat leküzdve eljuthatsz a felébredésig. Ha nincs akadály fölfelé, nincs gát lefelé sem hogyha lenne bármilyen gát lefelé, hogy hát én most megfoglak, mert végig is megkönnyörültem rá, és akkor most egy kicsikét abban marad a szenvedés, te ugyanolyan hülye vagy, mint eddig, de én megfogtalak, akkor ugyanez akadály lenne fölfelé. Nem vagy elég jó, nem eresztelek tovább. Nem tettél nekem tetszőt, maradsz a félfelébredettség állapotában. Ilyen nincs. Az van, amit teszünk. Az van, amit mondunk. Az van, amit érzünk, gondolunk, éreztetünk, gondoltatunk, mondatunk, tétetünk, érted? Hmm. Muszáj a kettőt összehozni, a műveltetőt és a cselekvőt, mert nagyon gyakran nem látjuk. Tehát az, hogy szenvedünk, rögtön csak magunkra gondolunk, rögtön. Az, hogy szenvedtetünk, az eszünkbe se jut. Pedig hú, hu -hu, még nagyobb erővel megy, mert ugye vetítjük kifelé a tartalmainkat, nem Igen. rendesen. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki tényleg értékrendet Követ, akkor az törvényszerű. Mm. És a helyes látás által a működés törvényét követi egészlegesen is és részlegesen is. Hát a rész és az egész működését nem különbözhet, pedig nézd meg! Mm. Úgyhogy. Amikor leválunk a természet működéséről, amikor leválunk igazi amikor egy hamis önképet teremtünk, akkor szükségszerűen szenvedést hozunk létre. És szenvedtetünk is bőségesen. Hm. Ugye az a kérdés, hogy ebből hogy lehet kijönni, és mondtad, hogy egy kérdéssel, az is felmerül ilyenkor bennem, hogy oké, okay, de nagyon fontos, hogy azt az adott kérdést azt milyen környezetben teszem fel. Mert hogyha én abban a környezetben azt tapasztalom, hogy nekem nem szabad értelmes kérdést feltennem, mert akkor le vagyok nyomva, és el van mondva, hogy hát te hülye vagy, és ilyeneket ne kérdez, inkább csináld, amit mondunk, akkor nehéz kérdezni. Nehéz és kérdezni. nehéz arra jó választ Így rakni. van. Itt két eset van. Vagy tovább kérdezel, és fekete bárány leszel, vagy elmész oda, ahol kérdezhetsz. Hm. és ott is fekete bárány leszel. Nem biztos. Én ezt tapasztaltam Körülbelül 20 évig az életem első 20 évében, hogy bárhova mentem és bárhol kérdeztem, ott fekete bárány voltam. Szerencsére megtanult az ember önállónak lenni. Ez az egyik. Megtanult bízni önmagában, már nem az önképében, hanem önmagában. Ez az egyik. És előbb-utóbb megtalálod azt a helyet, ahol kérdezel. Például ezt a csatornát, ahol több mint száz videó bizonyítja, hogy te jól kérdezel. Szerintem ez is az. Tehát eljutsz oda, hogy jól kérdezel. Ha más nem, megteremted a saját környezetedet, amely egyébként hasznosá válik másoknak is. Igen. Akik például nem mertek kérdezni, vagy nem akartak mélységi válaszokat hallgatni. Közben ott a problémáik égették a szívüket. Hát akkor, amit csinálunk, az egy nyitás. Miért? Mert a kérdés kinyitja a tudatot. A kijelentés irányba állítja, a felszólítás ösztökéli, és a dogma pedig börtönbe zárja. Tehát az a fajta abszolút értékűnek kikiáltott kijelentés, amely vitathatatlan és csak úgy értelmezhető, ahogy a kibocsátója mondja, valójában az a gyenge pont. Az az, ahol nincs más nézet, nincs más látásmód, nincs más értelmezés, csak az, amit a kibocsátója mondott. Na ott van a fejlődésnek a teljes gátja. Ez nagyon veszélyes. Iszonyú veszélyes. Főleg, hogyha visszanézünk a történelemben, hogy hol voltak ilyenek. Nem kell messzire menni, például a második világháború. Pontosan, pontosan. Tehát az, az a fajta identitás, amit fölépítettek a felek a második világháborúban, az megmutatta, hogy milyen elképesztően erős az a fajta téves együttemény, amely alapján embereket mondjuk másodrendűnek lehetett gondolni és kezelni. Vagy kinek mennyi térre van szüksége ezen a földön. Vagy ki mit tehet meg a másikkal, csak azért mondjuk hadviselés van. Tehát ezek borzalmasan kiadtak a második világháborúban. És én azt gondolom, hogy Európa még mindig nem ébredt föl ebből a rossz álomból teljesen. Honnan tudjuk, hogy a családok még mindig viszik a háborús sebeket? Igen. Tehát generációról generációra mintázatok, traumák és egyebek örökítik át a háborúnak a borzalmait és a gondolkodásmódját és a cselekvésmódját. De mintha már elindult volna valami, nem? Lehet, hogy ezt csak én látom vagy tapasztalom így, bár elég fiatal vagyok, és nem voltam ugye 50 évvel ezelőtt, de hogy én azt látom, hogy mintha valami elindult volna az Persze. emberekben. Hát ez az, amire úgy utaltam az előbb, hogy olyan kétségbe esettem, megjósolhatóak vagyunk, hogy teljesen világos, hogy boldogságkereső és valahol szeretetigényes emberek vagyunk és a szenvedést, és a nélkülözést, és az egyebeket szeretnénk elkerülni. Hmm. De ez nem világosan mindenkinek, hidd el. Tehát van, aki a szenvedésébe szerelmes, mert nem hiszi, hogy van alternatíva. Pedig van. Igen. Bőven van. És szerinted mi a fő akadálya annak, hogy boldogok legyünk? Hát a helyes nézet hiánya. Hmm. Tehát nem úgy látjuk magunkat és a világot és a másik embert sem, ahogy ő egyébként van. Tehát akkor az a ön ismeret a megoldás. Az ismeret a megoldás. Az ön, a más és a világ ismerete a megoldás. Mert a puszta magunkra való fókuszálással még nem érünk el sok mindent. Az, amit a joga is úgy mond, hogy pratja tehát a befelé fordított energia, az nem pusztán a magamra való fókuszálás. a mikrokozmoszban fölfedezhetünk dolgokat, és az kell. De valójában, a lépsz följebb, ugye, a gyána, amiben a a zen is ugye érdekelt, hiszen gyána, csanna, csan, szon, zen. Ebből jött a zen, a joga hetedik fokából. Hm. Az az egyévállás. Tehát amikor azt érzi a csepp, hogy visszatér az óceánba, és egy pillanatra az óceánnál válik. Na, ez a boldogság. Hm. Ezt az egyévállást keressük fizikailag, érzelmileg, gondolatilag, minden szinten, de amikor tudatilag elérted, akkor minden a helyére kerül. Minden. Elfoglalja a megfelelő helyét a mikrokozmoszban és a makrokozmoszban. Miért? Mert lebontottad a falat. Nincs többé fix egoitás. A személyiség előbb-utóbb megtalálja önmagát, a határait, az útját, a céljait, melyet már nem mások rovására szeretne érvényesíteni, mert rájön, hogy hogyha mások rovására érvényesíti, az saját magának a rovására is van. Na, ez az, amit én úgy hiszek, hogy tényleg elindult. Ez elindult, mert ez a fajta, azt mondom, materiális vagy mindennapi együttérzés, ez most már megmutatkozik. Most már nem a cutthroat capitalism van, tehát hogy én elvágom a torkát, azt úgy jól legyőztem a versenyben. Ez most már nem megy. Igen. Nem megy. Ugye én azt gondolom, hogy az egyévállás tapasztalata és a tudat letisztulása az, amely a boldogság forrása, de ezt ne tőlem higgyék el a kedves hallgatók, hanem nézzék meg ismételten a kiindulás, hogy nekik milyen kérdéseik vannak. Mit szeretnének, ha elérik, mit csinálnak vele, hmm. kikkel képesek azt megosztani, kiknek képesek azt továbbadni. Hmm. Ez egy elképesztően fontos körfolyamat. Tapasztalják meg? Tapasztalják meg, és nehogy meg akarják tartani maguknak, mert akkor elmagányosodnak, hmm. és a magánya az egyik legboldogtalanabb állapot. És ez tulajdonképpen egyfajta ilyen flow állapotnak is nevezhető? Ez az egységélmény? Akár nevezhető, de amikor tényleg a flow állapotban vagy, akkor nem jelenik meg az elnevezés. Hmm. Csak teszed. És akkor csak mo mondhatnánk azt is, hogy a boldogságunknak a mérőszáma az az, hogy milyen gyakran kerülünk ebbe az állapotba? A boldogságnak az a mérőszáma, hogyha már nem kell mérni. Hm. De hogyha mérned kell, akkor ugye valami már hiányzik, és hogyha még mindig a zöldben van a mutató, akkor többször van ez az egyé cselekvő a pillanatban százszerzalékosan jelenlévő állapot, mint amikor leváltál róla, és gondolkodsz, és tépelődsz, és darabokban vagy, és depressziós vagy, és szét vagy és nem tudod, hogy mit csináljál. Ilyenkor beindul a panaszkodás, a projekció, a kivetítés, hogy ez is miattad van! Érted? Hmm. Tehát ez teljes tévedés. Tehát ez egy akkora téveszme, ahogy Hanvas mondja, a víparjaja. A valóság tövestől való kifordítása. Tehát amikor nem vagyok hajlandó látni a saját részemet benne, hogy én hogy járultam ezt hozzá, az én karmám mit tett, mm. én hogy hoztam létre ezt a karmát. Tehát, érted? Ez elképesztően fontos. Ezért szoktam mondani, de nem bűntudat kell, ide rálátás kell. Sokkal keményebb. Sokkal, mert felnőtté tesz. Igen. Tehát a bűntudat az azt csinálja, hogy te azonosulsz a hibával. Ha azonosulsz a hibával, elmond, hogy bűnös vagyok. Mit csinálsz? Letakarod vele a szemedet. Hogy valaki majd levegye egy kicsit. És utána megint, mert megint bűnös vagyok, és akkor letakartam a szememet a hibával. A másik szélsőség, hogy elküldöm a hibát a horizonton túlra, és azért nem látom. Itt van a szemem. De nem vagyok hajlandó látni a hibát. Hol van? Hol van? Hol van? Az a jó, hogyha látom, Látom azt, hogy mi az én részem benne. Az én részemet kiavítom, és segítek másoknak, hogy ők is kiavítsák a sajátjukat, de nem javítom ki helyettük. Hmm. Rá kell ébreszteni őket, hogy mi az ő részük benne, hogy akarják látni a saját Igen. részüket. Meg nem vetítem ki a sajátomat rájuk. Nem lehet. Lehet, csak nem szabad, mert akkor megint keveredés, bonyolultság és adatvesztés van. Mindenkinek tisztán kéne látni a saját szemével tisztán hallani a saját fülével, tisztán érezni a szívével, tisztán gondolkodni az elméjével, cselekedni a testével, és hogyha ezt mind birtokba vettük, elvállaltuk, hogy megismerjük ténylegesen a saját működésmódunkat, és nem keverjük össze máséval. Hát nézzük, hogy a gyerek mennyire összekeveri ezt a szüleivel. Tehát ez teljesen egyértelmű. A felnövekvés az, hogy már nem keverem össze a karmámat a szüleimével, de látom, hogy miért születtem hozzájuk. Mit gondolsz, hogy meg fogunk élni valaha egy olyan világot, vagy meg fogunk teremteni egy olyan világot, ahol mindenki így gondolkodik? Nem, biztos, hogy nem. Az emberi gondolkodás sokfélesége az a haladásnak a záloga. Én azt szeretném, hogyha nagyon sokféleképpen gondolkodnánk, és nagyon jól látnánk azt, hogy a gondolkodásmódunk hova vezet. Hogy pontosan mit eredményez. Én azt gondolom, hogy a sokféle gondolkodásmód, érzésmód és felfogásmód lehet önmagában helyes. Lehet valósághű. Tehát az uniformizálás és a valósághűség nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz. Nézd meg például a természet működését. Nem kell külön engedélyt kérni a természetben, hogy egy új DNS-kódot te bevezess. A találmányi hivatalokban igen, nézd meg. Vannak olyan cégek, akik levédettek DNS-kódokat, és csak az övék, és mások hasonlót nem vezethetnek be. A természetben nincs ilyen, és ezért a természet immunrendszere sokkal jobb, mint az emberé. Tehát, hogyha az ember elkezd harcolni a természettel, mindig alul fog maradni, mindig. Mert gazdának képzeli magát ezen a bolygón, hmm. hogy felelős vendégnek kéne lennünk. Mi itt vendégek vagyunk. De nem viselkedünk felelős, jó vendég módjára. Hát egyáltalán, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Innentől kezdve a tisztánlátás az egyáltalán. A zenesz transzcendens módon és érzékszerfeszkötötten egyaránt tanítja. És innentől van dolgunk, ha akarjuk, ha nem, akkor dagonyázhatunk tovább a saját karmánkban, és ronthatjuk az életfeltételeinket, árthatunk másoknak. Ez mind-mind sajnos negatív lehetőség, és úgy tűnik, többségünk él is vele, különben nem így néznénk ki. Hm. Motiváljuk egy kicsit a nézőközönséget, mit szólsz, hogy miért éri meg az, hogy elinduljanak ezen az úton? Mert csak rajtad múlik. Azért más helyetted nem teszi meg. Ha elindulsz az úton, az a tiéd, a te irányod, az a fajta praktis, amit végzel, elsősorban a javadra válik, és a környezet javára is válik. Helyetted nem teheti meg senki, és azért is, mert ez a szellemi felnövekvés útja, a szellemi autonómia útja, hogy végre legyél már önálló, de együttműködő is. Mert az önállóság és az együttműködés az itt együtt van. Tehát, hogy mindig helyesen ismert fel a helyzetet, a kapcsolatot, és így az együttműködés lehetőségét is. És mit nyer vele? Tisztánlátást, boldogságot, hát, jó Amit a... elmondtam a Nemes Nyolcrét ősvényben nagyjából azt, és ez bőven elég az, hogy jól éljünk, hm. és segítsünk másoknak is jól élni. Ez a föld, ez nem egy büntető tábor vagy elveszett paradicsom, ezeket az idákat le kéne hántani róla, Igen. ez a föld az, amivé tesszük. Egy elképesztően erős tükör, hogy amit teszünk a Földdel, azt a Föld visszajelzi nekünk hibátlanul. Mit nyerünk vele? Hát mindazt, amit szeretnénk, és emellett el tudjuk hagyni azt, amit nem szeretnénk. Hm. És ami a legmagasabb, az, hogy meg tudsz szabadulni például az élet és haláltól való félelemtől. Hát van, aki a haláltól fél, de van, aki az élettől. sem értettem egyiket se. <laughs> lehet, de hogy nem megér. kell értened. Hogyha ezt, hogyha ezt át tudod ugrani, nem rossz. De hogyha a feladat lesz, majd elét kerül. Én azt Hol, gondolom, hát. hogy nagyon-nagyon komoly realizációs praxis belső letisztulás árán ténylegesen tudunk javítani életünk és halálunk feltételein. Csak ez mindenkinek magának kell elvállalni, és ne várja azt, hogy ezt készen kapja. Tehát nincs külön véleményem a fogyasztói társadalomról, kivéve azt, hogy előbb-utóbb elfogyasztja önmagát. De van egy mellékhatása többek közt, az, hogy mindent készen a gyárból az üzemből akarunk kapni. Igen. És a megvilágosodás nem ilyen. Fogjuk föl, A buddha természetünk bennünk van, mindenkiben megvan a felébredés lehetősége, nem lehet adni és venni. A karmádat azt lehet keletkeztetni, megtartani és lepucolni. Ezt lehet. De a buddha természetedet, a felébredés potenciáját azt nem. Mivel megvan, a tiéd, neked kell vele kezdeni valamit. És ha nem, senki nem fog szólni, csak az életed megy egyre lejjebb. Hm. Vagy stagnál, tehát nem tudod megújítani. Beszülettél egy nagyon jó karmába, és különböző közjegyzői és egyéb műveletek által, az tartósítod, ezt hívják szerzett vagyonnak. És akkor mi történik? Nem tudod újra termelni, mert nem tanultad meg újra megszerezni. Tehát nem a születésünk körülményeivel van a baj, az, hogyha nem találjuk meg az utunkat, azzal van a baj. Igen, teljesen egyetértek. abszolút. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vannak-e, biztosan, mert mindenkinek vannak, de mik a rossz tulajdonságaid? Mondjuk három legrosszabb tulajdonság? Türelmetlenség, maximalizmus, hmm. és néha egy olyasféle önbizalom, ami azt mondatta velem korábban, hogy ez, nekem, hogy, ne, hogy ez nekem egyedül is megy. És mit Örül gondolsz, így. hogy ezek valamilyen szinten nem visznek mégis előre? De. Csak valami nagyobbat kell szolgálniuk, mint magukat, És akkor működik ez jól, hogyha a türelmetlenség megtanul türelmesnek lenni, a maximalizmus megtanul engedni, és az önállóság megtanul együttműködni. Hm. Ez nekem egy nagyon kemény lecke volt az elmúlt 20-25 évben. Hm. Ezek nálam is megvannak, az a helyzet, és nem tudom, hogy küzdjek-e velük, hogy próbáljak-e türelmes lenni, mert bizonyos helyzetekben azt látom, hogy az kevésbé jó, vagy fogadjam el így, hogy ezek vannak? Nézd, elsősorban el kell fogadni, hogy ezek vannak, de utána ki kell terjeszteni a hatókörüket, én ezt láttam. Tehát, hogyha türelmetlenséget beszorítom egy rossz feliratú dobozba, akkor az még türelmetlenebb lesz. Ha megbélyegzem, ítélem, ellátom milyen szélsőséges energiákkal, kezelhetetlen lesz. Tehát mi történik, hogyha én ezt valami nagyobbnak a szolgálatába állítom? Egy nagyobb ter lesz, kiterjesztem a számegyenest, hogy most mennyire akarok türelmetlen lenni. És lehet, hogy egy százalékban szeretnék türelmetlen lenni, ami már türelem. Hm. Tehát leszabályoztam, hogy ez még mindig türelmetlenség egy százalékban. Amikor pedig tényleg azt akarom, hogy gyorsabban történjenek a dolgok, akkor nem kívülről nyomom, hanem belülről segítem. Tehát hogyan tudok annak az embernek az oldalára állni, akitől függök, aki lassúbb, mint én, aki még nem úgy fogja föl, és nem úgy csinálja, mert én segítem, hogy ő azt tegye. Nem pusztán kívülről elvárom. Az elvárás megmarad, de a belső segítség is. Ugye a türelmetlenségből gyorsaság lesz, és ez nagyon más. Akkor hm. már szinkronban vagyok. Tökéletesség ugyanez. Minőséget teremtünk, a minőségek tökéletlenek, de megnézem, hogy ez a minőség mit szolgál, és hol az elég. Boldogult apám nagyon sok ilyen egymondatos tanított, négy maradt meg, és ebből az egyik az, hogy hol az elég. A másik, hogy, fiam, amit csinálsz, csináld a legjobban. Hmm. Ezt hallottuk. Igen. Apák mondata. Joggal. Tehát hol van az elég? Mert valahol meg kell húzni a határt, hogy ez elég jó. És az elég jó még mindig lehet tökéletlen, vagy már a kiinduláshoz képest tökéletes. Attól függ, honnan nézem. Hm. Meg ez is kérdés egy picit bennem, hogy vajon tényleg kell-e, hogy elég jó legyen? Meg mit jelent az elég? Mert valójában az visz minket előre, hogyha folyamatosan szeretnénk fejlődni, és folyamatosan jobbat szeretnénk. Van egy nagyon jó barátom, a Kereszti András, a Tudatosságiskolának az alapítója, aki mindig um, azt hangoztatja, hogy mindig jobb jön. Ebben is valahol benne van az, hogy akkor végül is sosem elég? Ha sosem elég, akkor ezzel már megalkudtunk. Akkor elég az, hogy sosem elég. Látod? Hm. Ez az egyik. A másik, nézd meg a materiális és a mentális minőséget. Mentálisan sosem lehetsz elég tiszta tudatú, tehát mindig van csiszolni és pucolni való. De a materiális minőség, a sokkal lassabban jön a mentális után. Nézd meg, hogy egy ideából, mikor lesz találmány, a találmányból prototípus, a prototípusból széria, és a szériából pedig kifutott termék. Ez egy sokkal lassú folyamat. És van olyan, amikor azt mondom, hogy ez az eszköz kiszolgálja azt, amit én kérek. Tehát ez nem egy elszigetelt, önmagában való tökéletesség vagy minőség, hanem valamire az jó. Hmm. És ezért a retro elkezdett nagyon népszerű lenni, a downgrade nagyon népszerű lett. Olyasféle dolog, ami egyszerűbb és tisztább és jobban elsajátítható. Tehát ez nem a fejlődésnek a gátja, hanem a tudatformának a változása, hogy az egyszerűbb és a tisztább az sokkal jobb. Én már nagyon várom, hogy legyen egy elérhető áru, normális hatótávolságú, jó újratöltési idejű elektromos autó, amely mondjuk terepen is megy, és nem csak városi aszfalton és a szoftverrel pedig nem fog évente több százezer forintba kerülni. Hmm. Tehát ez egy elképesztően nagy verseny azért, hogy az emberek éljenek és együtt éljenek. A változással egyetértek, a minőségemelkedéssel igen, de az, hogy folyamatosan dobjuk ki a régi verziókat, nem. Meg kell nézni, hogy mi mire jó. Ha új igény van, új termék is kell. De mint tudjuk, a kapitalizmus pont fordítva működik, Létrehoztam egy új terméket, és a marketing által megteremtem az igényt rá. Hmm. És a régi igényt igyekszem elnyomni. Tudatos avultatás. Látod? Tehát innentől kezdve ez egy önfelszámoló mozdulat, mert az erőforrásaink végesek, a föld véges. Tehát valahol azt kell mondani, hogy elég volt. Igen. Hogy ez elég jó, hogy nem kell egy 105. féle fokrém, mert lehet, hogy 20 fokrém bőven, elég lehet, hogy 10 is. Tehát ez nem a hiánygazdálkodás erősítése. Ugye azt Kornai János nagyon jól megért, az egy fantasztikus mű. Onnantól kezdve, hogy nem hiányt, hanem minőséget teremtek, onnantól kezdve szerintem ez életszerű, emberléptékű tud lenni, és nincs ez az esztelen pazarlás. Tehát honnan tudom, hogy ezt túlvezéreltük, hogy pazarlunk. Igen. És ez a pazarlás, ez borzalom. Ja. Ez tarthatatlan, hát csak élelmiszerből hány millió tonnát dob ki a fejlett társadalom Igen. évente. Meg ruhából. Mindenből. Mindenből. Borzalom. Borzalom, és azt gyakorlatilag a természettől vettük el. Most gondold ja. el, hogyha a nap fotonadót szedne, hm. ha az eső vízadót szedne, ha a föld humuszadót szedne, ha a levegő oxigén, nitrogén és egyéb adót szedne, Hát lenne mit fizetnünk. Bőlem. És akkor azt mondaná a Föld, mint tudatos lenne, és lenne ez képviselete, hogy ezt szeretnénk egy környezetbankban fölhalmozni azért, hogy a Homo sapiens által elkövetett károkat ezekből szépen helyreállítsuk. Hm. Gondold el, hogy mennyi szén adót kéne a Föld bankban befizetni, hogy a légkört kipucoljuk? Nagyon-nagyon rosszul állunk. Igen, elképesztően. Egy másik nagyon jó barátommal, a Jobb Világ Mozgalom vezetőjével időnként elmegyünk ide oda a szemetet szedni, és mindig elképedek, hogy hogy, hogy hogy, képesek emberek ilyenre, hogy kiteszik, beleássák a földbe, nem érdekli, hogy tönkre teszi a növényzetet. Ez egy harmada a problémának. Én ott, én ott, húzom meg az első harmadát, hogy ki volt az, aki ezt legyártotta. Hmm. A másik, ki az, aki forgalmazta, engedte továbbadni. Hmm. És a harmadik, ki volt az, aki főhasználta és elásta. Tehát ugye a közgazdaságtan végzettséget mondod, a termék körforgás öt nagy fázisa, most csak hármat mondtam belőle. Igen. De benne van a másik kettő is. Abszolút. Borzalom. Tehát etikátlan dolog olyan műanyagot gyártani, egy millió év alatt bomlik le, Igen. és ott látod a tengertől kezdve a madarakba mindenhol. Igen. Nonsense. És nem ehhez semmit, mert benne van a mikroműanyag az összes halfajtában, meg, meg mindenben. Pontosan. Tehát ez, ez etikátlan innen. mind a három szinten. Igen. A teremtés, a továbbadás és a lebontás per elásás szintjén Igen, is. Abszolút. Az jutott eszembe még az előző gondolathoz csatolva, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos kérdés az is, hogy mi a motiváció abban, hogy legyen új termék, hogy tovább lépjünk, hogy jobb legyen. Mert hogyha a profita motiváció, az, hogy én az előzőt azt valahogy tüntessem el, vezessem ki a piacról, és jöjjön az új, és vegye meg mindenki, akkor az nyilvánvalóan nem fog minőségbeli javuláshoz vezetni minden szinten. Jó esetben csak. Igen. Egyébként esetben. van, van tudatos termékvonalrontás. Igen. Ezt látod. De. Viszont, ha a motiváció az más, tehát lásd, elektromos autó, tehát, hogyha, már ki tudja, mert ott is vannak elméletek, de mindegy, most maradjunk ennél a példánál, tehát, hogyha ott minőségbeli javulás is van, ráadásul a fő motiváció az nem feltétlenül az előző terméknek a kivezetése, hanem az, hogy azért most már figyeljünk egy picit jobban a környezetünkre nagyon sokféle motivációból lehet ezt csinálni, és a termék megmutatja, mert abban a motiváció kódolva van, materiálisan az ott jelen van, hogy miért csinálták azt. Hogyha a termék ilyen szempontból önmagáért beszél, még akkor is, hogyha a gyártó azt mondja, no, 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 hát ezt én nem ezért csináltam. Igen, akkor miért lehet vele lődni? Ja, fegyver? Ó, hát ezért csináltad. Tehát ez az ok és okozat törvénye világos. Emberi vélemény nem fér hozzá. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy szerinted hogyan tudnánk a mostani fiatalsággal, meg majd a jövőbeli fiatalsággal ezeket az ideákat, ezeket a gondolatokat, ezeket a dolgokat minél könnyebben és szélesebb körben megismertetni? Hát nagyon szarkasztikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy fel kell tenni őket az internetre. Mert a mai fiatalság nagy részt onnan tájékozódik, a világhálóról, ha pedig nagyon magas röptű szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy a tudat minőségét kell tanítani, mert ennek a minősége fog eldönteni mindent. Tehát szembe ülök egy eszközzel, azon van egy szenzor, és az összes többi optika és elektronika. Na most, ha az a szenzor tiszta, akkor minden olyan képanyag, amit érzékel, az is tiszta. Tehát a legnagyobb verseny most a tudat integritásáért folyik korábban a pénzedért folyt, a hitrendszerért, a földért, az államformáért, ezek most már nagy lejártak. A verseny már a homlok lebenyed integritásáért folyik, hogy te mennyire vagy egy entrópikus, széttagolt, tanulásra képtelen, figyelemre képtelen, intimitásra képtelen állapotban, hmm. vagy mennyire vagy tisztatudató, autonóm, önálló, összeszedett, magyarul mennyire vagy ura az életednek és a karmádnak. Ez idől el. Hát bármi, ami a te tudati tisztaságodat, összeszedettségedet, integráltságodat, autonomiádat biztosítja per visszaadja, az lesz a kelendő. Hmm. És minden, ami beküld egy felesleges adathalmazba, entrópiába, dekoncentráltságba, intimitás hiányba, az ilyen minőség romló. És onnantól kezdve ez nem lesz érték. Tehát idől most minden el, fiatalok, néha gyermekes családok jönnek, és kérdezik, hogy szúnyom, segíts nekünk, ilyen is ilyen problémáink vannak, mondom, a problémádat nem fogom megoldani, én ezt mindig mondom, viszont segítek abban, hogy te megold a sajátodat. Nézd meg, hogy milyen tudatminőséggel teremtetted azt. Mi a te kezed nyoma a saját problémádban? Na most, légy egy magasabb tudatszinten, elkövetnéd ugyanezt? Ugye, hogy nem? Na most már jobban látod. Tehát én segítek neked jobban látni, hogy te jobban cselekedj, jobban gondolkodj, jobban érez, jobban beszél, és ez a jobban ez azt jelenti, hogy megszünteti a problémát, és nem termeli újra. Mm. Tehát itt a látáson, a tudati tisztaságon, az ön és más ismeretén, az összeszedettségen, az egyévátságon rengeteg minden múlik, de az egész erre a szenzorra megy vissza. A tudatra megy vissza. Tiszta tudat, rendes ház. <gül> <gül> Egyébként ez egy elképesztően komoly tanuló út szerintem, hogy ne próbáljuk megmenteni a körülöttünk lévő embereket, főleg azokat, akiket szeretünk. Nem, nem szabad, mert belekeveredsz a karmájába, és szépen lehúz, hm. és ezért szokták mondani, hogy ugye a zen az nagyon a tudattal foglalkozik, mint alapminőség, és miért nem foglalkozunk még ezzel, meg azzal, meg azzal, most nem szeretném minősíteni az egyébként ilyen tevékenységet folytatókat, de ilyenkor szoktam mondani, hogy nem a Földnek van baja a Földdel. Az embernek van baja a Földdel. De valójában azért, mert az embernek saját magával van baja. A Föld nem fog szenvedni, hogyha mi itt milliárdszámra kipusztítjuk egymást. Mi fogunk szenvedni. Tehát az embert kell megoldani, mint probléma először, és az majd megoldja a Földet. Igen. A Földet lehet és kell segíteni. Szedjük össze a szemetet az óceánból, állítsuk meg az esőerdők kivágását, állítsuk meg ezt a borzalmas környezet és fajpusztítást, amit az elmúlt 50-60 évben így nagyon csúcsra járatunk. Ez igaz? Ez kell. De ha az embert nem tudjuk megoldani, mint problémát, akkor az újra fajpusztulást fog okozni, újra környezetet pusztít, még több esőerdőt vág ki, még inkább lehalássza a halakat, és még jobban erdőtüzeket, meg tornádókat, és árvizeket fog okozni. Igen. Tehát az ember a probléma, nem a föld a probléma. Igen. És akkor innentől kezdve lehet úgy indulni, hogy ahogy azt az előbb mondtam, lásd a hibát, ne azonosulj vele, és ne küld el a horizont mögé. Igen. Csak és olyan, ahhoz nem árt összefogni sem. Ahhoz nem, nem árt összefogni sem, de ha nem látjuk ellen. azt, hogy legmélyünkön vagyunk azonosak, buddha természetünkben, legmélyebb önvalónkban, legigazabb emberségünkben vagyunk azonosak, de másban nem, akkor az összefogás is hamis alapokon fog születni. Lásd az elmúlt 100-150 év eléggé borzalmas ideológiai kísérleteit. Összefogás volt az elején, tömeghalál lett a végén. Igen. De ezt nem kéne. Nem. Nagyon nem. Igen. Reméljük, hogy tanultunk ezekből, mert azért van most is egy pár olyan jel, hogy nem biztos. Nézd, egy része az emberiségnek mindig tanul, csak úgy tűnik, hogy mindig a kisebbik része, és talán mostanra értünk el egy olyan küszöböt, vagy már az elmúlt három évtizedben szerintem többször túl is léptük ezt a küszöböt, különböző aspektusokból, hogy a mennyiség és a minőség már kérlelhetetlenül egymásnak feszült. Tehát vagy a tudatminőségünk és így a viselkedésünk fog magasabb színvonalra jutni, vagy a mennyiségünk fog csökkenni. És ezt is mind mi fogjuk csinálni, senki más. Nem lehet kiháromszögelni, hogy miattad volt? <laughs> nem. Nem, nincs ilyen rendelés, és nincs ilyen sors. Karmánk van, elképesztő tehetetlenséggel, amit vagy megváltoztatunk, vagy pedig be fog következni az, ami a tudományos görbe végén van pár évre, pár évtizedre előre. Igen. De az a helyzet, hogy ha a mennyiség nem akar csökkenni, akkor a minőségnek kell emelkedni. És ennek is megvan az útja, csak elképesztően rögös, mert az elmúlt, azt mondom, 80-100 évben minden volt, csak felébredés nem hmm. a többségben. Tehát minden volt, az amerikai államtól kezdve, az Európai Unióig minden van, és ezekre, mint egységekre szükség van. A nagy uniókra, ugye? Szovjetunió az már elment. Különböző uniók vannak, de a belső egységet nem találtuk meg. És ez baj. Úgyhogy azt hiszem, hogy a tudat tisztasága és az ehhez vezető önálló erőfeszítésen alapuló út az az összefogás alapja. Tehát Szungszánszonyi mindig mondta, ébredj föl és segíts másokon. Ez volt a nagy mahaján a jelmondat, ezt a mai napig a legfensőbb értéknek tartom. És emellé azért egy anekdota is röviden így a végére. Megkérdezték a nagymestert, hogy mi a legnehezebb gyakorlat. Azt mondja, ne hozz létre a nehezet, mert akkor tényleg nehéz lesz. De mester tudjuk, hogy nagyon keményen gyakorolt, mégis mi a legnehezebb gyakorlat, mondjuk egy száznapos szóló elvonulás? Azt mondja, ne, hát az olyan, mint egy vakáció. Fölmész a hegyre, megvan az időrend, végrehajtod, lejössz, kifrissültél, kipihented magadat, minden rendben van. Hát akkor a 90 napos közös gyakorlatkor Jólcse, azt mondja, nem, az olyan, mint egy hajóút. Megvan a kapitány, a fedélzetmester, az első tészt, a szállásmester, matrozok, mindenki teszi a dolgát, 90 nap múlva visszaértek a kikötőbe, mindenki bölcsebb lett, tisztább lett, Tehát akkor a zen vagy a templomi élet, a mindennapi élettel együtt, azt mondja, nem, hát az egy nagyon jó olyan, mint egy. Szinergia, best of both worlds, ugye mind a két világból a legjobb, transzcendens is, érzékszerű is, csinálodben, csinálodként. Na, mester, most akkor mondja meg már, hogy mi a legnehezebb gyakorlat. Jó, megmondom. Az emberek közti együttműködés. Hmm. Ez a legnehezebb gyakorlat. És nézd meg, hogy a büszkeségünk hányszor lett az együttműködés gátja. Ugye egy felfogott identitás és önkép, hogy tudott úgy átmenni valami borzalomba, hogy hogy az együttműködés, még a normális, békés egymás mellett élés is ellehetetlenült, és ebben Európa volt a bajnok. Hmm. Tehát mind a két világháborút Európa generálta ideológiailag. Hmm. Aztán katonailag több helyen, ugye, kopírozták, mert a birodalmi érdekeiket kiszolgálta mondjuk a távol-keleten. De ideológiailag, gondolkodásmódot tekintve, európai eredetű mind a kettő. Abszolút. Európa akart leigázni igazából mindenkit. Teljesen. És ez, tarthatatlan. Tehát így nem tudunk tovább menni, és ezért is nagyon fontosnak tartom, hogy az egység alapú, az éntelenség alapú, tehát az advaita tanok, azok megjelennek Európában, és elkezdenek bizonyos lelkeket fölemelni, járhatunk ezáltal az úton, és letisztulhatunk, segíthetünk másokon, megtanulhatunk együttműködni, megtanulhatunk helyesen élni, és remélem, hogy nem túl későn. Mit gondolsz, utolsó, utolsó előtti kérdés, hogy az egyén szintjén, ugye először a saját házatáján sepreges hozzáállással, mit érdemes, vagy mit tudunk tenni azért, hogy öt év múlva, 10 év múlva, holnap egy jobb világban éljünk? Azt mondom, tisztúj le belül, ez az első. Nézd magadba, javítsd a hibáidat. Hoz létre több boldogságot, mint szenvedést, segíts másokon. De ez gyakorlás nélkül, önképváltás nélkül nem megy. Tehát erre mondom azt: gyakorolj valamit, bármit, csak ami befelé vezet, nagyobb rálátást ad magadra, mint eddig, és tisztíts, segíts, tisztíts, segíts, tisztíts, segíts. Tisztíts, segíts. És ez az alap. Az összes Nagyon többit már elmondtam. Nagyon jó. Igazából meg is válaszoltad az utolsó kérdésemet is. Okay. Sokszor azt szoktam feltenni, hogy mi az a három gondolat, üzenet, amit így a fiataloknak üzennél, de szerintem ebben minden benne volt. Amit és elmondani. az, hogy a tiétek a jövő, és a mi házi feladatunkat, amit nekünk nem sikerült, nektek kell elvégezni. Itt van körülöttünk, és bennünk is. Úgyhogy sáfárkodjatok jól az idővel, mert az most már nektek dolgozik. Vigyázzatok az utatokra! Nagyon köszönöm, szunim? Dávid, én is nagyon köszönöm, megtisztelő volt a felkérés. Köszönöm, hogy időt fordítottál ránk. Szívesen, szervusztok. További szép napot neked, és nektek is. Hogyha tetszett ez az interjú is, akkor kérlek iratkozzatok fel, lájkoljátok, kedvejétek, küldjétek el egy-két ismerősötöknek, hogyha értéket szeretnétek, akkor kövessetek. További szép napot. Sziasztok. Sziasztok, köszönöm a figyelmet.